Szóval ebben a videóban az én szemszögemből megláthatjátok, hogy milyen volt beüzemelni ezt a szóval SV06 plusz 3D nyomtatót. Érdekes módon külön rendeltem a tartalék fúvókákat és a nyomtatót egy napon, de külön az egyik Kínából, a fúvókák egyenesen Kínából kerültek szállításra, míg a nyomtató, és erre figyeltem a vám miatt, a nyomtató európai forrásból származott, és érdekes módon a kettő csomag, bár külön indultak el, egyszerre egy napon érkeztek hozzám. 5 fúvóka van egy csomagba így rendelhető, aztán kiderült, hogy a nyomtatóval is jött egy tartalék fúvóka, nozzle. Egyszerűbb ugye a dobozt, a celluxot levágni az asztalon, de aztán inkább a padlóra tettem a dolgok kiszedéséhez, mert elég limitált az asztal helyem. Nem volt igazán meglepetés, hogy mit találtam a dobozban, mert már láttam másik unboxing videókat, kicsomagolós videókat. Jön a kis füzet, ami legfőképpen a összeszerelést írja le, meg az a leveling guide, ami segít beállítani a nyomtató fejmagasságot. Ebben a, itt jön a képernyő, ebben a antisztatikus zacskóban. Kiszedem a zacskóból, hogy látható legyen. Majd beszélek róluk, amikor hozzá szereljük a géphez, ez a kis segédeszközök doboza. Emögött a lap mögött van az extruder, a amiből a számomra most ez a hot end, vagy fűtő egység érdekes, a kis szilikon zokni van rajta, szak, ha úgy hívják. Ezeket a szivacsokat persze jó megőrizni, hogyha bármi miatt később szállítani kell a készüléket. Ez a felső rész, angol gantrynek hívják. Egyelőre csak félreteszem, és jó helyt a számára függőlegesen neki döntve a, ennek a szivacsnak, vagy csomagolóanyagnak. És akkor az aljához hozzáférünk mindjárt, de előbb meglátjuk a PEI lapot, ez egy acéllap, ami PEI bevonattal rendelkezik, ami a számomra újdonság. Annyit tudok, hogy óvatosan kell vele bánni, úgyhogy egyelőre a csomagolóanyagban félreteszem, és akkor elérkeztünk az utolsó előtti darabhoz, ez a tápegység, ami kb. A legrosszabb része ennek a nyomtatónak, de azt hiszem, hogy sikerült javítani rajta. Úgyhogy a legfőbb bajom az, hogy nagyon hangos a hűtőventilátora. Két napig bírtam, és utána átszereltem rajta egy sokkal halkabb, nagyobb ventilátorra, és a probléma megoldódott. És ez az alapja a gépnek, a nyomtató ágy,
nyomtató lap, és ezzel kisűrült a doboz, amit lehet visszateszek a csomagolóanyagok közül bele, és elteszem minden az útból. Én 3 éve foglalkozom 3D nyomtatással, nem olyan nagyon sok. Eddig egy Van Hau duplikátor i3 plusz nyomtató, itt látszik a jobb sarokban, amint tanultam és amit használtam, de igazából elértem a limiteit, elértem a határait. Legfőképpen lassú és nagyon limitált, hogy mekkora dolgot lehet vele nyomtatni. Az egy 200x200 milliméteres és 180 milliméter magas nyomtatási térfogatra képes. Hát ez itt az alap, és hozzá van kötve 1000 dróttal a vezérlő doboz. Látszik, hogy persze abból jön ki a nyomtató lap fűtésének a kábele, meg az összes vezérlő kábelek, meg az a hosszú nagy kábel a tetején, ami megy a extruderhez, a nyomtató fejhez. Úgyhogy egyelőre csak úgy elrendezem, hogy a kábelek ne szoruljanak a készülék alá. Kis gumilábakon áll, ez biztosítja rezonancia védelmet, vagy rezgés védelmet. Hát elég hangos, azt hallgattam, hogy a csapágyak, ezek a csúszó csapágyak, azok ugyancsak nem voltak megzsírozva az én esetembe se, vagy az esetbe se, amit én kaptam, mások is erre panaszkodtak. Ez a képernyőnek a felszerelő kis kerete. És arra azt gondoltam ki már előre is, másik ilyen kicsomagolós összerakós videókat látva, hogy én szerintem ezzel érdemes kezdeni, a legkönnyebben ezt a képernyőt lehet felszerelni. Hát miért nyitom ki a füzetet, hogy megnézzem, hogy melyik típusú csavarhúzóra van szükség, vagy melyik típusú csavarra van szükség. Ezek mind ilyen hex, hat lap, vagy imbusz csavarokkal van, de különböző méretű imbusz kulcsokat adtak ott a nacskóban, amiket én nem is használok, mert öreg kis motoros csavarhúzómat fogom a megfelelő fejekkel használni. Itt van, tehát ez az M4 12-esből 3 szükséges a kis képernyő állvány felszereléséhez. Ezt egyszerűbb úgy feltenni, amikor még semmi más nincs a készüléken. Itt látszik, elővettem a csavarhúzómat, most előkeresem hozzá a megfelelő méretű imbusz fejet, ami ehhez a és a legtöbb csavarhoz való a nyomtató esetén. Szóval ez a hozzávaló, ami többit el is lehet rakni, mert tényleg korlátozott a hely itt az asztalon. Ez a kis műhely szobám, ahol a nyomtató varrógépem, meg annak idején itt szereltem a számítógépeket, amikor főleg azzal foglalkoztam, manapság ez már nagyon ritkán történik meg. Nem érdemes megszorítani ezeket a csavarokat, az első kettőt csak belehajtjuk, de nem szorítjuk meg, hogy még az utolsó is megtalálja a helyét, a szembe a lyukat, és akkor miután azt becsavartuk, akkor lehet megszorítani a másik kettőt. Szóval ezt így egyszerűbb még feltenni. Most szorítom meg a másik kettőt. Hát ez az öreg kis csavarhúzom, már a mágnes nem igazán tart benne, de amíg működik, addig miért vegyek másikat. Hát ez egy erőtlen próbálkozás, hogy megnézem, hogy egyenes-e a nyomtató lap, hogy vannak-e rajta valami gödrök vagy hegyek, de hát erre ez az én
kicsi törött van azon, nem túl alkalmas, de legalább semmi ijesztőt nem láttam így első rápillantásra. Ugye nagyon fontos, hogy sima legyen, ne legyenek göröngyök, mélyedések a nyomtatólapon, mert ha vannak, akkor, akkor nem ragad fel rá megfelelően az anyag, műanyag. Na, leveszem ezt a zoknit a fűtőfejről, mert mondták, hogy ennek ez könnyen lejöhet, hogyha nincs megfelelően rátéve, és beleakad a nyomtatott dologba, és mindenféle bajt okoz. Van, aki le is vágott kis darabokat róla, hogy jobban illeszkedjen, de én úgy látom, hogy ezt a megfelelően a helyére igazítja az ember, akkor ezzel nem lesz baj. Most kinyitom ezt a kis ajtót, kis ablakot az oldalán, amit egy rugó fog, ez a feszítést is lehet vele állítani, hogy az a kis csavarral, és itt belül látszik a fogaskerék rendszer belül, ami a filamentet behúzza, filament szálat behúzza, és azt hallottam, azt olvastam, hogy itt az egyik fogaskeréken van egy pici csavar, ami hogyha laza, akkor az nagy baj tud okozni, hogyha kiesik a kis csavar, és ott beszorul a többi a fogaskerekek közé. Úgyhogy ez egy ajánlott dolog, hogy az ember ellenőrizze ennek a pici csavarnak a feszességét, hogy azt eléggé meghúzták-e az összeszerelés során, de meghúzták eléggé. Még megforgatom, hogy van-e másik csavar rajta, és úgy tűnik, mintha ezret fordítanék, de olyan az áttétel a kis kék hajtókar és a fogaskerék között, hogy sokat kell tekerni, hogy egy kört tegyen a fogaskerék belül. Minden rendben van, ne felejtsük el a kis alátétet a rugó alá helyezni, és úgy akkor vissza lehet zárni ezt az ajtót. Különböző filamentekhez különböző mértékig kell meghúzni a feszességét. Egyelőre közepes feszességen hagyom, ez a PETG, PETG, meg PLA anyaghoz. Az normál beállítás jó. Azt hiszem, hogy a TPU-hoz majd ilyen rugalmas anyagokhoz lehet, hogy jobban meg kell húzni majd a feszességét. Megyek vissza a füzetbe, hogy megnézzem, hogy ezt a nyomtató fejet, hogy kell, melyik csavarokkal kell felszerelni. Ez is a negyedik vagy ötödik lépés lenne, de én kitaláltam, hogy egyszerűbb így felszerelni a nyomtató fejet még amikor a vízszintesen fekszik az asztalomon, nem amikor már rá van ez az egész felső kapurész, vagy hídrész már rajta van a nyomtatón. Motoros csavarhúzó egy pillanat alatt rá lehet húzni, bár ott az egyik csavarhoz nem lehet hozzáférni hosszabb csavarhúzóval, úgyhogy ott aztán az imbusz, vagy így lekiszedtem a helyet, és úgy tudtam becsavarni, mert erre alkalmasabb az imbusz kulcs, mert az tud kicsit kis és szögből is hozzáférni ehhez a csavarhoz. A három kis csavar, ezek a legkisebb csavarok, nem is kell a számát nézni, három tartja közülük a bal alsó sarkában már nincsen csavar a nyomtatófejnek, és kézileg feszítem meg, mert igyekszem vigyázni a csavarmenetekre, ki tudja, hogy milyen anyag van ott. Ja, itt most már az imbusz kulccsal feszítem meg, vagy szórítom meg, persze nem nagyon erősen ezeket a csavarokat, semmiképpen nem kell erőltetni, ezek van tartó hatása, fontossága ezeknek a csavaroknak, de nem kell nagyon megfeszíteni őket. Itt is meghallgatom, hogy milyen a csúszócsapágyaknak a
Csapágyaknak az állapota, ezekben sincs sok zsírozás. És állítottam, ellenőriztem az ékszi feszítést. Szíjfeszítést, nem tudom, hogy az ékszíjnek számít-e. És adják a nyomtatóval ezt a tubus valami zsírt. Ezt ebből teszek a rudakra. Közben jött egy spam hívásom, egy kéretlen hívásom, amit el tudtam utasítani. És itt látszik, hogy a másik oldalán kentem rá a rúdnak a zsírt, és áthúztam rajta a nyomtató fejet, és a zsír megjelent a túloldalon. Ez azért érdekes, mert ugye van egy olyan elgondolás is, hogy szét kell szedni az egész nyomtatót, kihúzni a csapágyakat a rudakról minden irányba, és bele gyömködni a zsírt azokba a csapágyakba, de hát ez gyakorlatilag a teljes szétszerelését igényli a gépnek, és én inkább azt az eljárást követem, hogy vékonyan rákenem a zsírt a rúdra, és akkor ahogy mozgatom a fejet, akkor hát igen, egy részét le fogja tolni a zsírnak, az beleakad a csapágy szélébe, de a másik részét azért, vagy egy része azért belejut a csapágyba is, és ott belül ugye kis golyók vannak, amik felszedik ezt a zsírt, és idővel beforgatják magukba. Úgy utólag elmondhatom, hogy 2-3 óra nyomtatás után már egészen elhalkult, és sokkal simábban mozognak ezek a csapágyak. Persze ez feltételezi azt, hogy kenjük rá a zsírt a rudakra, hogy legyen minek bejutni a csapágyakba. De nem kell teljesen szétszerelni a készüléket, teljesen kihúzni a rudakat. Ugyanezt most meg fogom csinálni itt a nyomtató lap alatti rudakat is bekenem, és ez is egy ajánlott módszer, hogy egy kis vagy gumikesztyűbe csinálja az ember, vagy csak az ujjamra húztam egy zacskó darabot, és azzal kenem. Ez ugye kettő dolgot ér el ezzel az ember. Egyrésztről nem keni össze a kezét, másrésztről a kezével nem keni össze a izzadsággal, vagy a bőrnek a zsírosságával. Nem akarunk biológiai zsírt felvinni erre a rúdra. Tehát itt hát hallatszik, hogy milyen hangja van. Hát ez részben persze a motort is húzzuk, és azt a hangot is halljuk, de részben a csapágyaknak a surlódását is erősen lehet hallani. Golyós csapágyak mindig fognak hangot adni, ez a zsírral lehet némileg enyhíteni ezen, de teljesen nem lehet megszüntetni ezt a hangot. Az is még az elgondolás, hogy most kenem rá ezeket, hát könnyebben is hozzá lehet férni, bár később is ugyanígy hozzá lehet férni ezekhez a rudakhoz. De másrésztről ugye van egy visszaáram, dinamóként, generátorként tud működni a motor, hogyha így mozgatjuk, és az esetleg visszatáplál áramot a vezérlőbe, és tönkreteheti az elektronikát, tehát még úgy végzem el ezeket a kézi mozgatásokat, a motoroknak a kézi forgatását, amikor még nincs rádugva a vezérlőegységre. És itt a Z-tengelyt, a függőleges tengelyt is megkenem, bár ehhez aztán meg tényleg könnyedén hozzá lehet férni később nyugodtan. Ettől függetlenül ez kényelmes megoldás így. Csak
Ez már a jövőből egy felvétel. Itt körülbelül 3 óra nyomtatás után már ennyire elhalkult, és egyáltalán nem hallatszik a csapágyaknak, vagy alig hallatszik a csapágyaknak a súrlódása. Tehát ez a rudakra a zsír kenés, ez bejön, ez a rendszer. Kár szétszedni, tényleg nem ajánlom senkinek. Legfőképpen, hogy ezt a felső részt szétszedje, még magát az alsó lapot, ami mozog, azt viszonylag könnyű egy hat csavar kicsavarásával, viszonylag könnyű azokhoz a csapágyakhoz hozzáférni, esetleg azt meg lehet zsírozni belül is a csapágyakat, de ezt a felső rendszert, mindent szétszerelni teljesen fölösleges, tökéletesen elég, hogyha az első órákban időnként vékonyan felkenünk zsírt a rudakra, és az szépen be fogja dolgozni magát a csapágyakba. Most helyezem rá ezt a hidat az alapra, nevezzük hídnak, nem tudom ezeknek mi a neve, semmilyen nyelven se. Úgyhogy ez megáll, mert van egy ilyen be, van marva, vagy ki van alakítva a helye a nyomtatón. Sokkal könnyebb, úgy emlékszem, hogy a Van Haun fejre kellett állítani a nyomtatót, és alulról kellett a csavarokat becsavarni. Itt sokkal egyszerűbb, ezt a 4 hosszú csavart kell, itt se felejtkezzünk el az alátétekről. Ezt a 4-et kell becsavarni a két oldalról, 2-2-t. És itt is az az elmélet, hogy nem kell meghúzni ezeket a csavarokat rögtön, hanem először nagyjából behajtja az ember, és akkor majd lehet látni, hogy ellenőrzöm a függőlegességét, mert azért van egy kis mozgása ilyenkor ennek a felső hídnak, ugye olyan rettentő magas ez a nyomtató, hogy egy minimális játék is egy nagy elmozdulással jár. Úgyhogy mielőtt megszorítom a csavarokat, majd a kis derékszög vonalzómmal igyekszem ellenőrizni a függőlegességét ennek a hídnak, mert az azért számít, hogy az mennyire, ahogy halad felfele a nyomtató fej, akkor az mennyire van megdőlve, ez változtat a fejtávolságának nyomtató laphoz képest. Hát itt ezeket mind meghúztam, mágnes az játszik velem, és akkor most hozzánézem a merőlegességét, és úgy döntöm, amikor merőlegesnek tűnik ez, mert nagyon sokat lehet, hogy semmit se számít. Nem minden esetre így szorítom meg, amikor még egy ellenőrzés mindig függőlegesnek tűnik-e. Ezek jó eséllyel, ezek pótcselekvések egyébként, és fölöslegesek, mert nem ezen múlik. Bár azért itt 10 milliméterekbe dolgozik a nyomtató. 10 milliméterekbe számolunk, meg 100 milliméterekbe állítjuk a fúvók a magasságot a nyomtatási felülettől. Úgyhogy ott azért számíthatnak ezek, és akkor be is lehet, csatlakoztatni is lehet itt a két oldalon az E-motornak, függőlegesen húzó motoroknak a csatlakozóit. Ugye ezek a motorok azt a csavar menetet forgatják a két oldalon együtt, de függetlenül egymástól. Itt most csatlakoztatom a filament kifogyási rendszer
vagy érzékel ki, filament kifogyási érzékelőnek az alsó csatlakozóját, csatlakoztatom a vezérlő egységhez, vezérlő dobozhoz. Közben a telefonom felolvas egy üzenetet, az kellemes, hogy hallom, hogy ki mit írt nekem, nem kell megnéznem a telefonon. Amikor itthon vagyok, akkor az így felolvassa. Úgy állítottam be. Ott közben azt a kis repülőgép vagy űrhajó alakú kis gombot elfordítottam, és ezzel fixáltam a vezérlő dobozt. Most akkor felszerelhetjük a tápegységet a másik oldalára a készüléknek. Azt keresem, hogy merre néz, de hát egyszerű a piros kis kapcsoló meg a ventilátor, az kifele kell, hogy nézzen, tehát jobbra. És két csavar lyuk van rajta, amiben a megfelelő csavarokat kell innen a oszlopról ráhajtani. Hát ez a látszik itt, ahogy mozgattam, látszott ennek a tápegységnek egy pici ventilátor van benne, amit rettentő nagy fordulatszámmal pörgetnek. Ráadásul annak az útja is se szabad teljesen, mert kicsi lukak vannak mindenfelé körbe ezen a tápegységen, ahonnan beszívja a levegőt, ahogy kifújja ez a ventilátor. Úgyhogy az a példány, amit én kaptam ebből a nyomtatóból, az olyan hangja volt, mint egy, majd lehet hallani, mint egy porszívónak, rettenetes hangos volt. Itt ezt a kis bemélyedést kell megkeresni, és meg a kitüremkedést a másik felén, és úgy lehet összeilleszteni. Na hát akkor lépések nagy részével már meg is vagyunk. Igazából én ugye nem az ajánlott sorrendben haladtam, úgyhogy igazából leginkább csak azt ellenőrzöm, hogy mindent megcsináltam, amit javasolnak. Most következik a filament roller tartó a tetejéről, vagy filament tekercs tartó a nyomtató tetejéről, ami majd jobbra fog mutatni, jobbra kell dőljön, így átlósan kerül a tetején, ahogy látszik a füzetben is a kép, de ott a képet hátulról mutatják, úgyhogy amikor felteszik, akkor így balról jobbra kell mutasson. És rajta lóg a filament kifogyó érzékelő, aminek ilyen szabadon kell lógnia rajta, az ugye, hogy tudja követni mindig a nyomtató szálnak, a filamentnek, ahogy jön le a tekercsről. Azért ez nem lehet fix. Ezt két csavar tartja, ezt a kis rollert, és újdonság, hogy ebbe is tettek csapágyat most, hogy együtt forog a tekercsel. Nem túl csapágyozott, ami jó is, mert akkor letekeredne, főleg sprődebb filamentek, azok könnyen lepörögnének, úgyhogy megfelelő a surlódása vagy mozgása. Itt jön ez a filament érzékelő kábelnek a másik darabját, vagy másik kis csatlakozóját férek hozzá a kis ragasztó szalag leszedése után, és ez pedig magába az érzékelőbe kell bele dugni, és akkor az úgy szépen meg lesz az összeköttetés a vezérlővel. Van egy nyíl ezen a kifogyó érzékelőn, hogy melyik irányba kell belefűzni, és hol kell kijönni a filamentnek. Hát gondolom, hogy valamilyen fotocella lehet benne. Na, ez is olyan tapasztalat, vagy amit láttam, hogy a keret alatt van a kis fólia a képernyőn,
úgyhogy meg kell lazítani a négy csavart a hátulján, hogy ki tud húzni a fóliát a keret alól, egy elég hülye megoldás, vagy logikátlan megoldás, de meg kell lazítani a négy csavart, leszedni a fóliát, és akkor utána lehet visszafeszíteni ezeket a csavarokat. Ez egy színes érintő képernyő, aminek a csatlakozója az a fehér ott látszik is, és én ezt megpróbálom úgy, hogy a nyomtató alatt van átvezetve, hát ezt így még rá lehet dugni ott a csatlakozó részére a képernyőnek, de utána nem elég hosszú, hogy ráhelyezzük a képernyőt itt az állvány részére. És hát én ezen jártam köröket, itt most az egész ki is vágtam a próbálkozásaim nagy részét, mert küzdöttem ezzel egy ideig, mire rájöttem, hogy annak a kábelnek nem a nyomtató alatt kell haladnia, hanem át kell húzni, és itt most már látszik, hogy a nyomtató, hogy felette megy a kábel, és nem kell félni, így se fog beleakadni a mozgó tálcába, vagy a labba, ami mozog. Ez a kábel, ez rögzítve van két ponton a kerethez is, meg a képernyőhöz is, úgyhogy. Na itt nem a kábelt vágom el, hanem csak a kis zip-tie-t, a kis összefogót vágom el, és így hozzáférünk ehhez a X-motornak a vezérlőjét be tudom dugni, és ez pedig a nyomtató fej szalag kábele, amin hát elsősorban a filament húzó vezérlése, meg a fűtésnek az árama érkezik, meg a ventilátoroknak az árama. Fontos, hogy azt a kis kampókat is rácsukjuk, mert magától nem nagyon tart, és még hátul van két kis akasztó, a közé is érdemes betenni. Na itt most nem csak a kíváncsiság vezet, de javasolt belenézni a vezérlő dobozba, sőt én még a mobiltelefonommal le is fényképeztem az állapotát, még bekapcsolás előtt lehet ellenőrizni, hogy minden kis csatlakozó megfelelően csatlakozik-e, nem látunk-e valami gyanús nyomot benne, valamilyen megégett dolgot, vagy hasonlót. És utána persze csukjuk, csavarjuk vissza az oldalán a csavart, ami visszazárja. És ezzel elérkeztünk ennek az első füzetnek a végéhez. Mindent megcsináltunk, úgyhogy lehet csatlakoztatni. Olyan távolságra tegyük a faltól, hogy a nyomtató lap, természetesen a lap se ütközön a falba a mögötte, a legextrémebb, leghátsóbb állásába se, de még az a kábel se, a fűtő kábel se érjen a falhoz. Tehát itt látszik, hogy azért egy jó nagy távolságnak kell lennie a nyomtató mögött a falhoz, mert hogyha nem a vele adott kábelt használom, mert ez teljesen szabványos, ugyanolyan tápkábele van, mint a számítógépeknek, vagy sok más eszköznek. Állítok egy kicsit, vagy megnézem a szíjfeszítést, ezt hangról lehet megállapítani, hogy megfelelően. Nem szabad túl feszíteni, mert az a motort megerőlteti, vagy akár még deformálhatja is, de laza se lehet, mert ha meg túl laza, akkor megugrani fog, és elcsúsznak a nyomtatásnál, elcsúszik. És ez az a pont, amikor rátesszük a PEI lapot, a nyomtató lapot. Ez egy érzékeny felület, ugye úgy jön a készülék, hogy rajta van a mágnes lapon, de ne úgy szereljünk, hogy bármi ráeshet, vagy arra pakoljunk, vagy fogdossuk azt, azon ugye a bőrnek a zsírossága se tesz jót annak. Úgyhogy a legjobb
legjobb félretenni és csak ennél a pontnál, de ennél a pontnál viszont fontos visszatenni, mert a készülékben a fúvók a magasság állításához, illetve a nyomtatólap automatikus göröngy felmérésénél fontos, hogy fémet tud csak érzékelni ez a kapacitív érzékelő. Vannak mechanikai nyomás érzékelő, ilyen távolságérzékelők. Ez az készülék, az SV06-os, 06 plusz, ezek fémet tudnak, fém távolságát tudják érzékelni. Úgyhogy erre a szakaszra már vissza kell tenni a nyomtató felületet, nyomtatási felületet a készülékre. És elindítottam, ott a középső gomb az a nyomtató magasság, vagy leveling menüpont, és az úgy kezdi, hogy ugye az alapállapotba, home pozícióba viszi a nyomtató fejet, és ezután lesz, amikor három dolgot fogunk beállítani. Először a készülék tesz egy kísérletet arra, hogy a kétoldali függőleges motort, Z motort egy magasságba húzza, tehát hogy teljesen vízszintes legyen az a X-tengely, amin a fej mozog vízszintesen, és ezt úgy éri el, hogy most az előbb lejöttünk, most végig felmegy a legfelső pozíciójába, sőt túltolja rajta, és akkor az egyik oldal megakad, a másik is, tehát addig, amíg mind a kettő megakad, és így feltételezi azt, hogy akkor mind a kettő egyforma magasan van. De aztán később rájöttem, hogy ez nem egy megbízható módszer, és ferde volt, nem volt teljesen vízszintes, és ez gondokat okoz később, ez a hang, amit hallunk, amikor még az egyik oldalt, mindkét oldalt addig tolja, túltolja, és így eléri azt, hogy ugranak a motorok, és egy magasságba kerül. Jobb megoldás az alsó állapotában egyformára állítani. Azok, amit ott látszik az alján, a csavar menetben forog az a egység, itt a képernyő felett látszik. Azt kézzel is lehet forgatni, amikor leválasztjuk a motorokat. És érdemes, hasonlóan, ahogy most a fejtávolságot beállítom, hasonlóan kézileg a két oldalán be lehet, egyik oldalra húzzuk a fejet, beállítjuk a magasságát, hogy épp csak hozzáérjen a papírhoz, ahogy a papírt mozgatjuk alatta, utána áthúzhatjuk a túloldalra, és ott is annak a kis csavarnak a forgatásával elérjük, hogy ott is pont beállítsuk a távolságot, és akkor sokkal jobb, vízszintesebb X-tengelyt kapunk. Itt most felfűtöm a nyomtató lapot és a fúvókát, 120 fokra a fúvókát és 60 fokra a nyomtató felületet, azért, mert ugye hőtágulások vannak, és ezután fogom beállítani a fejnek a távolságát, a fúvókának a távolságát a nyomtató felülettől. Ez lesz a nulla pont. Arra igyekszünk, hogy a nulla pont az gyakorlatilag 0,01-0,02 század milliméterre legyen a fúvóka a laptól. Nem így fog nyomtatni a készülék, akármivel kezdünk, az legalább 0,2-0,3 mm magasan
lesz a nyomtatás során a fúvóka alaptól. Most ez a nulla szintnek a beállítása. És fontos, mert ahol a nulla van, hogyha túl magasan van a nulla, akkor nem fog hozzáragadni megfelelően, és elmozdul a tárgy az nyomtató felületről. Ha pedig túl alacsonyra állítjuk, akkor szintén nem lesz ideális, és feltépi a feje, hogy meg nem tud kijönni a fúvókából a filament, mert túl rá van nyomva a nyomtató felületre. És ezek után elindítottam a harmadik és záró lépés, az pedig az automatikus bed levelingnek, az automatikus megméri 25 ponton a távolságot, ennek a jobb a fejnek a jobb oldalán levő távolságmérő hasonló. Na most itt átváltottam, csak hogy hallatszódjon, hogy mennyivel halkabb lesz a nyomtatónak a ventilátora is. Hát ez már azért ez nem magától történt. Itt látszik, hogy a tápegységen kicseréltem azt a kicsi ventilátort egy sokkal nagyobb számítógép ventilátorra, ami sokkal halkabb, és a porszívó hang helyett sokkal elviselhetőbb hangja lesz a készüléknek. De ez megint csak egy kis jövőből előrevetítem, hogy nem kell olyan hangosnak lenni a nyomtatónak. Ott a jobb oldalán látszik a kék színnel megvilágított ventilátor, ami így kívül került a tápegységre. Most halljuk majd a kontrasztot, hogy mennyivel hangosabb lesz. Ilyen volt, mint egy porszívó. És most ér ennek az automatikus felmérésnek a végére. Az utolsó 2-3 mérési pontot láthatjuk, és miután ezt az 25 pontot megmérte, akkor újra beáll középre. És ez az a pont, amikor érdemes lemosni, zsírtalanítani a felületet, ez izopropil alkoholt érdemes, IPA-t érdemes használni hozzá. Én itt most nem azt használok, ez sima valamilyen sebb alkohol, amit én használok, de javasolta az IPA, vagy van, aki szappanos mosószerrel mossa. Vigyázni kell azért, hogy nem mindegy, hogy mit használunk, akár a festésnek, akár a pei felületnek a leszedésébe. És azért egy ekkora 310x320-as pei lap, mágneses pei lap nem olcsó. Úgy néztem, hogy legalább 15-20 ezer forintokba kerülnek ezek. Úgyhogy érdemes vigyázni rá, nem túlhajlítani, és nem kapargászni fémmel soha, és meggondolni, hogy milyen anyagot használunk. Hát kaptunk 4 kiló filamentet, fehér színű filamentet, de hát azt nem nyitom ki, az hadd legyen a végmentes csomagjába. Van nekem fehér színű filamentem, PLA, nyomtassunk ezzel. És a kis memória kártyáján jön két ilyen példa minta, valami minta modell. Az egyik persze a Benchy, az a kis csónak, amin szokták tesztelni a nyomtatót, meg valami másik modell, de én nem ezt fogom nyomtatni. De mielőtt oda jutunk, mielőtt arról beszélek, itt több dolgot, rossz dolgot követtem el. Először is befűztem a filamentet, és kézileg kezdtem el befűzni, hát itt már nem lehet úgy. Van erre egy külön menüpont, amit úgy hívnak, hogy refuel, a tankolás. Úgyhogy az felfűti szépen a fúvókát, és utána önmagától, ott látszik, forog a kis kék kerék rajta, önmagától fogja be szipókázni a filamentet. De, és nem kell meglepődni, hogy én fehéret fűzök be felül, és fekete jön ki alul, ez egyszerűen azért van, mert minden készüléket tesztelnek a gyárban, a
kínaiak, és ezt fekete színű filamenttel tesztelik. Tehát ami fekete színű filament a fúvókába maradt, az jött ki először, azt nyomta ki, és csak utána fog látszódni, ahogy kijön belőle a fehér PLA is, amit én használok benne. De ha figyelitek, elfelejtettem, nem vagyok még szokva a filament kifogyó érzékelőhöz, azon nem fűztem át a filamentet, és így el se indul egyébként a nyomtatás, de hamarabb rájöttem is. És így akkor tesztelhettem, hogy hogy kell kifűzni, azt is menüponttal kell csinálni, kifűzni a filamentet, és akkor most már sokkal rutinosabban befűzöm. Hát ez érintés, érintő képernyő, de azért inkább úgy körömmel kell nyomni, nem új beggyel, hogy érzékeljen. És akkor megkezdődik a nyomtatás, de én nem bencsit nyomtatok, mert az számomra nem ad annyi információt, persze valamiben információt ad, de én azt szeretném tudni, hogy nagy dolgokat fogok-e tudni nyomtatni, hogy elég síma-e, elég egyenletes-e a lap, a nyomtatási felület, és ehhez inkább egy ilyen első réteg tesztelő, kalibráló nyomatot fogok nyomtatni vele. Ez összesen egy rétegből áll. Láttam olyat is, aki az egész nyomtató felületet befestette filamenttel, ezt is feleslegesnek tartom. A printables.com-on a leírásba beletettem a hivatkozást rá. Találtam ezt a 9 kis négyzet a sarkokban, meg a felező pontokon. Elég ezeken meglátni, hogy milyen lesz az, és ez egy egyrétegű nyomat, amit ki kellett húzni a 300x300-as milliméteres méretre. Ezt néhány perc alatt, úgy emlékszem, hogy 20 perc alatt ki tudja nyomtatni, alig használ hozzá filamentet, és teszteli vele az első réteget, láthatod, hogy maradnak-e lukak, vagy túl vastag lesz. És nézem a hőmérsékletét a nyomtató felületnek. 60 fokra van beállítva, arra állítottam, de ahogy itt mérem, a bal hátsó sarok a legrosszabb, ott alig 50 fokos, amikor 60-ra állítjuk. A többi ponton azért látszik, hogy azért kapok 52, 53, 54 fokokat, ami azért nem rossz, de hogyha 60 fokosnak akarod, hogy 60 fokos legyen, akkor inkább 65-67-re kell állítani, hogy ott legyen 60 fok, ami a PLA-nak a tapadásához szükséges. PTG-hez, PET-hez pedig inkább még ugye a 70 ajánlott, úgyhogy én azt 75-77-ről szoktam futtatni inkább. És gyönyörűen sikerült ez a teszt, úgyhogy ez fel is bátorít arra, hogy rögtön teszteljem a nyomtatót PETG-vel is, de megint csak nem egy bencsit fogok nyomtatni, tessék, itt is van azért olyan része, ami hát nem átívelést igényel, de minden esetre nem kicsit trükkösebb. Mit nyomtatok? Ez a nyomtató lap fűtő kábele, ami a kontroll, ott látszik a nyomtató bal hátsó sarkában az a kábel, ami a vezérlőből a nyomtató lapba megy. És ez a kábel, hát ez egy ugye nagyon nagy a lap, és ezért egy hosszú kábel, és könnyen bele tud akadni a nyomtató sarkába, úgyhogy egy ilyet lehet nyomtatni, itt már fel van szerelve, itt látszik a háttérben, hogyha nézitek azt a bal hátsó sarkot, ott már fel van szerelve ez a kis egység, amit megtaláltok, a Thingiverse-ön van fent, ennek is a linkjét betettem a leírásba. Ez biztosítja azt, hogy az a kábel az
nem fittyed le és nem akad bele a nyomtató hátuljába. És itt már PETG-ből valami olyat nyomtatok, amit a régi kis 20x20 centis nyomtatólapon nem tudtam volna kinyomtatni. Ez a lézer nyomtatómnak, a papírnyomtatóm papírtálcájának a fedele, amit megrajzoltam. És egyébként a cults3d.com oldalról le is lehet tölteni ezt a modellt, a Brother nyomtatóm, Brother HL 1222-es vagy nyomtatókhoz való. Két színből is, ebből az átlátszó PETG-ből is kinyomtattam ugyanezt a kis takarót. Ez 24 centi széles, úgyhogy ehhez egy nagyobb nyomtatóra van szükség, hogy az ember így ki tudja nyomtatni. De hát abszolút elégedett vagyok a minőségével és sebességével, a PETG-t is minden erőködés, izzadás nélkül szépen kinyomtattam, és itt éppen elkészült ez a, ebbe a színben is a fedél. Úgyhogy ezek voltak itt a fő próbák, minimális kis stringelés, ilyen nyálkázás volt, finish print, és akkor beindítja a tárgyventilátort, hogy még gyorsabban lehűtse a fúvókát. És itt van a két színű, a fekete. A feketén látszik, hogy a PET az hajlamos felszedni a nyomtató felület rajzát, úgyhogy ez kapott egy ilyen négyzethálós mintát, ez esetben abszolút nem baj. Az átlátszó PET-ből készült, az inkább csak a belső merevítő gerincek látszanak rajta. Szóval büszke vagyok erre a kis takaróra, úgyhogy ezt javaslom bárkinek letölteni, akinek ilyen Brother nyomtatója van. És itt már a további nyomtatások történnek, és fogok én még feltenni videót, hogyha ez tetszett, és így végignézted, akkor léci nyomj egy lájkot rajta, és érdemes talán követni is engem, mert még lesz információ ezekről, vagy szólj hozzá a videó alatt, hogyha gondolod. Főleg, hogyha ilyen típusú nyomtató vásárlásán gondolkozol.